Remekelt a szentendrei csapata 100 halombattán megrendezett 7. rövidpályás szenior úszó országos bajnokságon. A versenyt a Magyar Szenior Úszók Szövetsége rendezte a 25 év felettieknek. Az értékelést 5 évenkénti korcsoportokban tartották. A megmérettetésen profik és jól képzett amatőrök egyaránt indultak. A V8 DSS színeiben Bóhusevic, Beatrix, Kemény András, Hargitai Gábor indultak. A szentendrei Balog Anna az Iron Aquatic színeiben képviselte városunkat. Összesen 7 érmet gyűjtöttek a szentendrei úszók. Nagyon régen úszom, körülbelül 20 éve. Ez azt jelenti, hogy minden reggel körülbelül 4-5 kilométert. De hát régen én itt a nagymamák és a nagypapák között úsztam. De mondták, hogy próbáljam meg a hátúszást, mert viszonylag jó a vízfekvésem, és próbáljak meg versenyezni szeniorban. Mivel idén lesz a Senior VB Magyarországon, ezért úgy döntöttem, hogy mindenképpen kipróbálom, és igyekszem a szintidőket megúszni, és hogyha lehet, akkor indulni. Gimnáziumban úsztam mondjuk diákolimpiákon, de igazából ez a legutóbbi verseny a legjobb az életemben. Senior országos bajnok lettem, és viszonylag jó időkkel mindenből teljesítettem a VB szintet. A munkám mellett minden reggel keményen kell edzeni, oda kell figyelni, hogy mit eszem, eleget alszom-e. És hát mivel az Iron Aquatics úszóklub tagja vagyok, egy ilyen nagyon profi környezetbe kerültem. Nagyon inspirálólag hatnak rám az úszók, igyekszem őket utolérni, követni, utánozni. Hát igyekszem utánozni Egerszegi Krisztinát, ahogy ő csinálta mondjuk Szöulban, ezt ilyen lemásolni a mozdulatait, és megvalósítani szenior szinten. Én annyira nem vagyok fiatal, 37 éves vagyok, 5 évenkénti korcsoportokban lehet indulni, és azon belül kell megnyerni egy adott kategóriát. Véleményed szerint soha nem késő elkezdeni az úszást? Én azt hiszem, hogy nem. Ez a világ legegészségesebb sportja, úgyhogy a nagymamáknak, nagypapáknak is ajánlom, kisgyerekeknek. Csodálatos dolog, amikor az ember fönn van a vízen, lebeg, szabadságérzete van. Az egyik legeredményesebb versenyzője a V8 DSL-nek Kemény András volt, aki 2 ezüstöt és 2 bronzérmet nyert a 4. korcsoportban. Én már gyerekkorom óta úszom versenyszerűen. 15-6 éves koromban átértem öttusára. Azt csináltam 20-22 éves koromig. Utána inkább futással foglalkoztam. És így, ahogy öregedtem, úgy egyre kezdett hiányozni az úszás. És aztán nem olyan rég elkezdtem rendszeresen úszni itt a szentendrei úszodában. És megismerkedtem helyi úszókkal, szenior úszókkal, és elhatároztuk, hogy mivel idén lesz a szenior világbajnokság, felkészülünk rá, és esetleg egy jó eredménnyel leússzuk. Sikerült 100 halombattán jó eredményeket elérnünk, sikerült 2 ezüstöt, 2 bronzot úsznom, úgyhogy remélem jó úton haladok a VB-hez vezető úton, hogy reménykedünk, hogy jó eredmények lesznek ott is. A közelmúltban itt Szentendrén is volt egy éjszakai úszóverseny, egy hosszú távot adjuk hozzá gyorsan, hiszen 20 kilométert kellett úszni. Ez milyen érzés volt számodra, hogy itt helyi környezetben és egy ilyen különleges eseményen vehetsz részt? Soha nem voltam ilyen hosszú távú versenyen. Különleges hangulata volt, főleg az, hogy éjszaka volt. Gyönyörű szép úszoda a miénk, úgyhogy fantasztikus érzés volt. Egymást biztattuk, segítettük, drukkoltunk egymásnak. Szeretném folytatni mindenképpen az úszást.
lesznek még események, országos bajnokságok, úgyhogy megyünk tovább és csináljuk. Mindennapi munkájuk mellett szentelik szabadidejüket a sportágnak az eredményes szentendrei úszók. Sikereik és érmeik büszkélkednek arról, hogy a sport és a civil élet összeegyeztethető. Most már több mint 10 éves múltra tekint vissza a Dunakanyar Szabadidő Sport és Kulturális Egyesület, ez a Dagonya Ese. Az akadémián kezdtünk, a Katonai Akadémián, és ott alakultunk egyesületi. Alapvetően ez úgy indult, hogy a sportot szerető emberek gyűltek össze, és azért Dagonya, mert a szaunába dagonyáztunk, és onnan indult az ötlet, hogy induljunk el egy futóversenyen. És egy futóverseny után akkora igény mutatkozott erre, hogy megalakult a Dagonya. Az úszást pedig folyamatosan mindenki edzett, de nem indultunk úszóversenyeken, ez mindenkinek csak hobbi. Igazán, mivel mi Kemény Andrissal triatlon versenyeken indultunk, onnan datálódik gyakorlatilag tavalyról, hogy mérettessük meg magunkat, úgyis úszunk eleget a triatlonon kívül egy szenior úszásba. Mivel ő versenyúszó volt, és azért nagyjából figyeltük az eredményeket, vagy amikor ránéztünk az eredményekre, akkor kiderült, hogy van keresni valónk, hát főleg neki. Én amatőrként csak maximum sereghajtó lehetek, de ő nagyon szép eredményeket tud elérni, és elindultunk versenyeken. Ebben a felállásban a 130-as OB volt, ugye egy olimpikonnal erősödtünk, szenzációs eredményeket hozott, mert 7 versenyszámban indult, és mind a 7 versenyszámban új országos csúcsot ért el a korosztályában. Andris is 2 ezüsttel gazdagította az éremgyűjteményét, mi megtisztességesen helytálltunk. Nem titkolt célunk, hogy a VB-re ugye Andris is be megúszta már a kvalifikációt, én nyílt vízen szeretném általában hosszú távú triatlon versenyeken indulok, és én a nyílt vízű úszást szeretem, tehát szeretnék oda bekerülni és azon indulni. Hát Andris beállt, meg a legjobb helyre várom valahova. Maga a Dagonya az több mint 40 fővel, de ebből effektív, aki szenior úszó versenyen indulna, az 4-5 fő pillanatnyilag. Úgyhogy várjuk a jelentkezőket. A V8 egyik munkatársa az egykori olimpikon, Bóusevic Beatrix is résztvevője volt a 130-as versenynek. Összesen 7 aranyérmet szereztek a szentendreiek 2 korcsoportban. Én 13 évig úsztam versenyszerűen, még profiként. 2008-ban a pekingi olimpián fejeztem be. Sokáig úgy is gondoltam, hogy az lesz az utolsó versenyem, és ez milyen szép búcsú a sportáktól. Az elmúlt években sárkányhajóztam, ahol az egyéni sport után végre találtam egy csapatot magamnak, ahol nagyon jól éreztem magam, csak sajnos elfogytunk, egyre kevesebben vagyunk, úgyhogy az idejében nagyon úgy tűnik, hogy már nem fértem volna be hozzájuk, és megpróbáltam valami más irányba mozdulni, és Gábor volt az, aki sokat nyaggatott, hogy de az úszás, jó, próbáljuk meg, megnézzük, hogy hogy megy, hát így kerültem vissza. Ugyanúgy elkapott a versenyszellem, ahogyan régen. Ugyanúgy harcoltam, küzdöttem, meg akartam nyerni. Én sokáig nem akartam a VB-n indulni, tehát nem kifejezetten ezért szerettem volna úszni, de nem tagadom, megjött hozzá a kedvem. Úgyhogy a VB-n 50, 100 és 200 pillangon szeretnék indulni, tehát most hezitálok esetleg egy 200 gyorson, még meg kell néznem, hogy a programban hogy szerepel, és már elkezdtem nézni az európai csúcsokat, világcsúcsokat, elmúlt versenyeket, hogy körülbelül milyen szintre kéne fejlődnem ahhoz, hogy ott lehessek az élmezőmben. Munka mellett próbálom a lehető legtöbbet hozni, most az elsődleges célom az állóképességnek a növelése, én is régen is 200 pillangon voltam eredményesebb, és most is ezt látom az esélyesebbik számnak, hogy így 100-200 pillangóra próbálok készülni. Hogyni szeretnék állóképességet növelni, aztán meglátjuk. Mivel a versenyszellem az megmaradt, és nem a VV volt az elsődleges motivációm, szóval meg fog maradni utána is. Inkább az a kérdés, hogy betöltöttem a 30. életévemet, még most nincsen gyerekem, viszont munkám van. Nem tudom, hogy meddig fog ez így menni, mert nekem is azért célom, hogy családom legyen. Úgy gondolom, hogy ez az év az enyém lesz, szeretném kihasználni. A kis létszámból adódóan egyelőre mindenki magának edz, illetve egyszer-egyszer
szerintem kettesével, hármasával szoktunk összejönni, de ha összejönne egy nagyobb létszám, akkor már megérné közös edzéseket csinálni, és akkor még hatékonyabb lenne a fejlődésünk. Az eredmények azért is fontosak, mert a felnőtt vízes világbajnokság után augusztusban tartják a vízes sportágok Masters világbajnokságát, így szeniorjaink sikeréért nyáron is szoríthatunk.